A december ugye az, hogy a vége lesz az évnek. Én az adventtel olyan túlságosan nem foglalkozom. Tudom, az a világ, vagy az a kultúra, ahol én felnőttem, az ezzel keveset törődött. Nem volt adventi koszorunk, meg nem voltak gyertyák, meg egyáltalán. A karácsonyt vártuk, ilyen kommunista időben gyerekeskedtem. Nem tudom, az egy másik. Kevesebb anyaggal, kevesebb futkorászással, kevesebb készüléssel. De persze volt disznóvágás, és már nem tartottuk, de még emlékeztünk bizonyos fajta népszokásokra. Tehát nem akkor vettük elő a nőklapjából, vagy a különböző újságokból, hanem azok ott úgy, még emlékeztek azok az emberek, hogy volt régen olyan. Akkor is elmondták, hogy régen nem így volt, régen több hó volt, hidegebb volt, rendes volt az év, rendes volt a karácsony, és rendesek voltak az emberek. Most már nem olyan. Most is ugyanaz van. Az én gyerekkoromban is sokkal több hó volt, de ha történetesen nem volt több hó, akkor másmilyen volt a hó. Tehát ezt mindig el tudtuk mondani. Arad környékén gyerekeskedtem nekem, a Székelyföldön voltak barátaim, rokonaim, és ők mindig lerajzolták meg, elküldték levélben, hogy ők hogy szánkóznak. És el tudom mondani, hogy életemben először akkor szánkóztam rendesen, amikor Marosvásárhelyre költöztem kb. 25 évvel ezelőtt. Ugyanálunk a legmagasabb domb vagy hegy, az a Köröspartnak a töltése volt, vagy a vasút töltése. Hát az azért itt a bodoni oldalakhoz, vagy a somos tetőhöz messze nem mérhető. Úgyhogy nem tudom, tehát hogy akkor, nyilván most, hogy a szánkózás, meg a tél, meg ez az egész havas fenyő, ez mennyire a karácsony. Tehát én jártam Jeruzsálemben is, ugye el tudjuk képzelni, hogy milyen lehetett ott az első karácsony, vagy a századik karácsony például. Az itt teljesen más, tehát hogy a pálmafák, vagy a narancsok, vagy a nem tudom, a gránátalma, vagy az itt teljesen más világ. Tehát ő nem feltétlenül kötődik össze a télhez, de ugye a mi kultúránkban és a mi világunkban, legalábbis a Grimm testvérek óta szorosan összekötődik a behavazott házhoz és a behavazott fenyveshez. Nekünk ez a karácsony. Szerintem most ez a nagy felmelegedési hullám, meg az ettől való frász is egyszer majd el fog múlni, mert akkora havak lesznek, hogy attól fogunk roskadozni. Élményt az nem a karácsonyhoz és nem a különböző születés, tehát nem a különböző hivatalos vagy informális ünnepekhez kötődik. Élményt akkor tudok ajándékozni valakinek, ha számomra van egy élmény. Tehát ami nekem élmény, azt oda tudom adni valakinek, aki ezt fogadja. Ha számomra nincs élmény, akkor nem tudok élményt ajándékozni. Tehát azt a könyvet tudom jókedve vagy hitelesen vagy szívből megvenni, amit én jól olvastam. Erre nincs más recept. Én most, már hónapok óta az 1001 éjszaka meséit olvasom, azt a nagy hétkötetes verziót, minden benne van, amit az emberről, a szerelemről, a boldogságról, az örömről, a félelemről, a kárhozatról, a menekülés. Egyet az emberi létezésről kell tudni. Nekem most ez a nagy olvasmányélményem. Nekem két ilyen nagyon súlyos karácsonyom volt, mind a kettőt a román hadseregben töltöttem. Az egyiket 86 karácsony, másiket 87 karácsonyán. És ugye ott nagyjából nem volt semmink. Ilyen rossz ágy, vasszekrény és egyáltalán. És akkor döbbentem rá arra, hogy nem is kell hozzá semmi. Tehát nem kell ez az egész rohanás, nem kell ez az egész hómelevánc. Az ember azt gondolja, hogy ők ott akkor, vagy azok, akikre gondolunk akkor, ők. Nekik van karácsonyfejük, ők elmennek a misére, ők elmennek az Isten tiszteletre, esznek, isznak, boldogok, és hogy ez nélkülünk is működik. És milyen jó, hogyha nélkülünk is működik, nem mi csináljuk, nem mi kellünk feltétlenül hozzá, egyetlen dolog van, hogy alkalomattán belelépünk, és majd jelen leszünk mi is.
hogyha jelen tudunk lenni, mert hogy ez de is... tudunk. Tehát, hogyha az ember elindul és neki megy, és azt mondja, hogy igen, én ebben jelen akarok lenni, akkor jelen tud lenni. Ez nem, tehát senkitől a jelenlétet, a jelenlevést bizonyos helyzetben, egy ünnepben, egy szituációból nem lehet elvitatni, nem lehet elvenni. Ő jelen akar lenni, oda megy, és ott van. Ezt nem kell, ez olyan nagy dolog.